Sziasztok, lányok! Máj tanárról is ebédedző titeket keres. És úgy fest, hogy erre mentek. Fenébe, mit kellene tennem? Fiúk, tartsátok az ajtót, Smile, ugor ki az ablakon. Nem, Diana, milyen ablakról beszélsz? Ott vannak az esti bogarak. Akkor vár rád egy találka Máj tanárúrral. És Abby-vel. Smile, ébredj fel! Smile, kelj fel! Itt az idő! Smile! Diana, nem megyek iskolába. Smile, kelj fel! Megérted, hogy nem bujkálhatsz öröki Mike tanár úr elől a házamban? És ha anyám megtudja, tudod, mi lesz ebben az esetben? Diana, de hova bújjak? Mike tanár úr bármelyik nap eljöhet a házunkhoz, és semmi kedvem találkozni vele. Diana, felkeltetted a barátodat? Suliba kellene menni. Felkelt. Basszus, Knopa, már megint itt vagy. Aj, Knopa, el tudod ezt hinni? Smile nem akar suliba menni, és nem akar hazamenni sem, mert Mike tanár úr előrejtőzik a nyuszi főhadi szálláson. De ma anyámnak kellene jönnie. El tudod képzelni, mi fog történni ebben az esetben? Igen, Diana, nem irigyellek. Smile, a helyedben elmennék a suliba, és találkoznék Mike tanár úrral. Előbb-utóbb be fog Smile, következni. És akkor mi lesz? Rendben van, de készíts nekem egy finom reggelit. Ezzel kellett volna kezdened. Legalább rávetted, hogy megtegye. Tudod őt, Knopa. Smiley a barátom, de néha annyira idegesítő. Tudod, Diana, nem értem, hogy viseled el őt. Én így viselem el, Knopa. Itt alszik a házadban. Csinálsz neki reggelit, hát én nem bírnám. Diana, moshatok fogad? Igen, Smiley, menj a fehér ajtóhoz. Persze, mos fogad is. De Diana, a te fogkefédet használom, mert az enyémet még nem hoztam át. Olyan idegesítő. Tudod mit, Knopa? Azt hiszem, hogy féltékeny vagy Smile-ra. Nem, Diana. És akkor megértem, hogy ő a barátod, és ha emlékszel, nekem is van barátom. Basszus, ez a Knopa olyan idegesítő, Dianát mindig ellenem fordítja. Smile, gyere reggelizni! És suliba megyünk. Knopa, ez az utolsó figyelmeztetésem. Ha ellenem akarod fordítani Dianát, akkor én fordítom ellened Dianát. Mit mondtál? Ellenem fordított Dianát. Tudod te, hogy mik vagyunk barátnők? Hé, nyugi, nem tűröm, hogy a barátom összeveszen a legjobb barátnőmmel. Diana, magyarázd el a barátnődnek, hogy ne üsse bele az orrát a kapcsolatunkba. Oké, Knopa, igaza van. Ne üsd bele az orrod a kapcsolatunkba. Szóval most megreggelizünk és megyünk a suliba, mert nem akarok problémát én is Mike tanár úrral. Abby edző pedig hotdogot csinál belőlünk a késésért. Smile, vegyél kekszet, gyümölcsöt és teát. Lányok, ezt komolyan gondoljátok? Fiú vagyok, tükörtojást kérek kolbásszal. Milyen keksz, gyümölcs, tea? Smile, reggeliz. Te a nyuszi főhadi szálláson vagy, itt nincs kolbász. Mary. Itt vagyok. Nastya. Itt. Kabala. Igen. Knopa. Nincs itt. Értem. Diana? Diana sincs itt. Megint késnek. Azt hiszem, Dianát leváltjuk a csapat éléről. Tehát kezdjük el az edzést. G-Ö-Z-E-L-E-M. Győzelem! Nyuszik a legjobbak! Nyuszik! Ó, a fenébe, már megint elkéstünk az edzésről. Knopa, mennyi az idő? Diana, 5 percet késünk. Oké, Smile, kívánj sok szerencsét, elment. Sok szerencsét. Sok szerencsét, Smile, miattad késünk. Knopa, csit! Hagyd abba a kiabálást. Gyerünk, találkozunk a szünetben. Szia, baby! Hogy van, Abby edző? Hello, lányok! Elnézést a késésért, a szörnyű forgalom. Győzelem! Mi? A szörnyű forgalom? A csapatvezetője sohasem késhet. Ha zavar a szörnyű forgalom, akkor indulj el 2 órával elő. Komolyan, Abby edző? De megérti, hogy fel kell ébrednem, főznöm kell és reggeliznem? Abby edző nagyon szigorú Dianával, igazából ő a csapatvezetője. Fenébe, most megint intést kapnak. Hát, én kíváncsi vagyok, Abby edző, mit talált ki. Igen, lányok, edző nélkül sokkal könnyebb volt. Szóval, Abby edző, készen állunk az edzés megkezdésére, pompomra. Nem, előbb büntetést kapsz, mert késtél. Mi? Milyen büntetést? Abby edző, mi ez, kőkorszak? Nem kőkorszak, Knopa, ez fegyelem. A büntetésedek pedig fekvőtámaszok és bemelegítés edzés előtt. Úristen. Gyerünk, Abby edző, folytassuk az edzést. Lányok, ezt már nem csinálják. Nem értettem, te megmondod az edzőnek, hogy mit tegyen? Nem, Abby edző. Oké, Abby edző, készen állunk a fekvő támaszokra. De azt hiszem, nem leszünk többé pompom lányok. Nem vagyunk hozzászokva az ilyenfajta hozzáálláshoz. Nézd meg őket, késnek, és még nekik áll feljebb. Lányok, folytassátok az edzést, és kezdjétek emelni gyorsan,
G, Ö, Z, E, L, E, M. Győzelem! A nyuszik. Hát, Nopa, le kell koptatnunk Ebi edzőt, különben nem lehetünk többi pompolányok. Le kell koptatnunk Ebi edzőt. Ki kellene találnunk, hogy csináljuk? Tehát 30 nyomás. Mennyi? De mi lányok vagyunk. Pompomlányok vagytok, gyerünk! 1, 2, 3, 4, 5. Hello, Ebi edző, zavarok? Beszélhetek veled egy percre? 7, 8. Ó, Mike tanár úr, hello. Igen, persze. Mit csinálnak a lányok? A lányok olyan kedvesek, okosak. Nézd, mennyire igyekeznek, olyan erősek. Mi? Nézd meg, hogy viselkedik Mike tanár úrral. Hirtelen olyan kedves. Olyan gyorsan átfordult, olyan, mint egy igazi angyal Mike tanár úrral, de valójában ő egy kígyó. Nyomd, szép munka. Mike tanár úr, mit gondol? Ebi edző, szeretnélek elhívni téged moziba. Mit gondolsz? Persze, Mike tanár úr, ez olyan édes. Oké, később találkozunk. Lányok, próbáljátok jól csinálni. Lányok, nyomjátok tovább. Gyerünk. Hogy érti? Hogy? Újra? 10-szer nyomtuk. Igen. Gyerünk. 1, 2, 3. Ó, a fene, szegény lányok. Én teljesen le vagyok döbbenve. Én is. 4, 5, 6, 7. És rácok, nem láttátok Rómeót? Smiley, miért jöttél a suliba? Nagy bajba leszel, ha Mike tanár úr meglát. Diana kényszerített rá, nem bújhatok el a házában. Rómeó az öltözőben van, edzésre átöltözik. Srácok, menjünk, beszélnem kell vele, mert nem bujkálhatok örökké Mike tanár úr elől. Smiley. Szia, Rómeó. Hogy vagy? Olyan bátor vagy, hogy az iskolába jöttél, nem félsz, hogy kirúgnak? Hát, Rómeó, gondolkodtam, és úgy döntöttem, hogy barátságosan szeretnék veled beszélni. Nos, azt javaslom, hogy beszélgessünk barátságosan, és legyünk barátok. Rómeó, nem értem. Olyan vicces a kezem, és akkor mi van, barátok vagyunk? A fenébe, Rómeó, nagyon idegesítő, pontosan azt akarja. Csit, tegnap te rángottad bele, és nézd, mi lett a vége. Te és a kezeid olyan viccesek vagytok, nem leszek a barátod, te a riválisom vagy. Fenébe, tényleg megőrítesz, és nem érdekel, hogy kirúgnak az iskolából, gyere csak ide. Ó, látod, jaja, megint veszekednek a suliban. Smile megint Rómeóval kötekedik. Fel kell írnom. Nyugi, nyugi már, Smiley. Fejezzétek be! Smile megint rászállt Rómeóra. El kellene mondanunk Mike tanár úrnak. A suliban ne legyenek problémás tanulók. Patkányok, nyugi. Nem Smiley, hiába, Rómeó provokálta őt. Csak azt hiszi, hogy a nagybátyja a tanár, és ezért mindent megtehet. Smiley, miért bújsz Max mögé? Gyere ide! Rómeó, nyugodj le! Figyeljetek, srácok, ebben a suliban nem lehetnek nézeteltérések. Az edzőiskola és a példaértékű minden más iskola számára. Ha verekedni akartok, akkor tegyétek a ringben. Menjetek és küzdjetek meg sulin kívül. Nem elég a patkányok, még te is? A patkányok eltűntek, folytathatjuk. Nyugodj le! Különben idehívom Mike tanár urat. Igen, srácok, Smiley-kot ki fogják csapni, és utána téged is, Rómeó. Ezt akarjátok, srácok? Engem nem rúgnak ki az iskolából. Srácok, mi legyen? Nem tudtam kibékülni ezzel a pingvinnel, most már biztosan kirúgnak. Zöldike, nincs semmi dolgod, menj vissza a helyedre és várd a rendelésed. Ájsz, van egy gondom. Mi van, Dima elhagyott, vitáztok és kibékültök, és megint ugyanez. Nem, most nem. Ájsz, munkára van szüksége, most azonnal, vegyél fel pincérnőnek. Zöldike, ezt komolyan mondod? Pincérnőnek? Nem, Ájsz, remélem nem teszed ezt velem, világosod, menj máshova, itt én dolgozom. Figyelj, Pizza, te itt dolgozol, és én is meg tudom csinálni. Ájsz, komolyan, Dimának pénzügyi gondjai vannak. Nem tudom, van egy barisztám és egy pincérnőm, két pincérnő túl sok a kávézóban. Nincs sok vendégünk, szóval egyedül is meg tudom csinálni. Figyelj, Ájsz, legyünk őszinték. Pizza azért dolgozik itt, mert ő a barátnőd, igaz? De nem dolgozik jó pincérnőként. Zöldike, menj, ülj le és várd a rendelésed, te nem leszel itt pincérnő. Ne haragudj, Zöldike, nincs szabad hely most. Ájsz, gondolj csak bele, bármilyen salátát el tudok adni, még akkor is, ha régi. Nos, Zöldike, menj, egyébként tudom a számod. Mi? Pizza, dolgozz, dolgozz, rendelések vannak. Ájsz, készíts nekünk 4 mohítót. Fenébe, most nincs kedve. Persze, miféle kedvről beszélsz, amikor ilyen edzőnk van? Én meg vagyok döbbenve, úgy fájnak a karjaim. Diana, amikor nem voltál itt, Ebi edző azt mondta, hogy le akar váltani a csapat éléről. Ő
Igen, igen, és ő elmondta ezt nekünk. Tudjátok mit, csajok? Én meglepődtem, amikor olyan aranyos volt Mike tanár úrral, mint egy kis cica. De amint kilépett az ajtón, azonnal kiabálni kezdett. Igen, ő egy igazi képmutató. Nézd, a nyuszik rossz hangulatban vannak. Igen, gondolom az edzők jól megdolgoztatta őket. Igazából azt hallottam, hogy nagyon elégedetlenek Abby edzővel. Szóval lányok, nagyon szerencsések vagyunk, hogy nincs edzőnk. De ma kérlek, mondd meg az igazat. Vannak pénzügyi gondjaid? Nincsenek, miből gondolom? Nézd, itt ülünk, de nincs semmi az asztalunkon. Zöldike csak félreteszi a pénzét, egy új autót akar venni, mellesleg furikázni fog téged vele. Igen, Zöldike. Kostya igazat mond. Dima, ha nincs pénzed, vállalhatok munkát, és mi ketten lehetünk közös kasszán. Együtt megoldjuk. Zöldike, ha már ilyen kedves vagy, nem osztozkodhatunk. Nincsenek gondjaim. Ó, igazán, menő. Állj, csinálj nekem pizzát. Ja, és már nincs szükségem munkára. Szóval, Dima, pénzsporoltok. Lányok, a mohítótok, mi újság az edzőtökkel? Pizza. Nos, mindent elmeséltünk neked egy perc alatt. Az a dolgot, hogy ne kérdezz több hülyeséget. Nasztja, nyugi. Figyú, pizza. Ebi edző mit rendel a leggyakrabban a kávézóban? Lányok, legutóbb Abby edző és Mike tanáról dupla forró csokit rendeltek, a legédesebbet. Mit? Lányok, nem mondhatom el. Meg vagyok döbbenve, lányok. Tudtam, hogy igazából egy képmutató. És mihez kezdünk? Hogy segít ez nekünk? Ez nem segít rajtunk semmit. Lányok, szerintem el kellene üznünk Abby edzőt. Igen, vagy ott hagyom a pompom lányoskodást. Én is. Én is. Én is. Lányok, ott hagyom a pompom lányoskodást, ha Abby edző itt marad. Egy mindenkiért, és mindenki egyért. Mi lesz ott velük? Nem tudom, mi lesz, de én is ezt akarom. Egy mindenkiért, és mindenki egyért. Juhú! Tudom, hogy nem sok időt töltöttünk együtt, de szeretnék neked valamit ajánlani. Összeházasodni? Nem, velem randizni. Isten, ez annyira váratlan, benne vagyok. Ó, Istenem. Tegezzük egymást. Persze, olyan menő vagy. Abby, te is olyan menő vagy. Hello, Mike tanár úr. Ó, Mike tanár úr, ez az új barátnője? Mike tanár úr, menő a csaja. Mi a fenéről beszéltek, srácok? Kinyithatom már a szemem, csókolóztak már? Hé, én ezt nem értem. Miért nem vagytok az órán? Miért szaladgáltok az iskolában? Mike tanár úr, szünetünk van. A tesi órára fogunk átöltözni. Mike tanár úr, visszaszívom, ő egy igazi kígyó. Mike tanár úr, szakítson vele, amíg lehet. Srácok, mit is mondtatok? Azonnal tegyétek az asztalomra a naplótokat. Mike, ne is figyelj rájuk, még csak gyerekek. Milyen filmet nézünk ma? Akciófilmet. Romantikusat? Hát romantikus. Hát te tudod ki ez? Valami Abby edző. Srácok, nagyon jó, hogy eljöttetek. A szemem láttára csókolóztak. Még szerencsé, hogy egy szekrény eltakart. Abby, elmehetnénk innen. Nem, üljünk, mintha mi sem történt volna. Mike tanár úr, megint verekedés volt az iskolában. Smiley rátámadott Romeóra. Smiley az iskolában van? Hol van? Mike tanár úr, nem tudjuk, hogy hol van, de ott volt és Romeónak esett. De mi megvédtük Romeót. Abby, meg kell találnom Smiley-t. Megmondtam neki, hogy mi lesz, ha meglátom. Veled vagyok. Olyan érzésem van, mint a Smile-t ma kirúgnak. Ez olyan menő. Hé, hol van az edzőnadrágom? Gigi, hát én nem vettem el. Oké, Patrick, hol van az edzőnadrágom? Igazából ez menő, Mike tanár úrnak barátnője van. Gigi, az edzőnadrágod a földszinten van. Igaz, hülye vagyok. Menjünk és kapjuk fel az edzőnadrágom. Patrik, milyen óra lesz a következő testnemelés után? Ma két tesi óránk van. Menő, ez azt jelenti, hogy nem lesz matekunk. Srácok, kérlek, mondjátok meg a tanár úrnak, hogy nem leszek jelen. Elfelejtettem a váltóruhám. Lányok, ki kell találnunk a tervet. Minden megváltozott, amikor Abby edző a sulinkba jött. Igen, Mike tanár úr, annyira dühös. Nem dühös, egyszerűen csak nem hall meg senkit és semmit. Igen, van egy problémánk. Mike tanár úr ki akar csapni az iskolából. Igen, srácok, ez szívás. Smile, most az a legfontosabb, hogy ne találkozz Mike tanár úrral. Igen, ülj le és maradj bent. Ó, a francba ez az Abby, valamit tennünk kell. Knopa, mihez kezdenénk, ha beleszeretne Mike tanár úrba? És most nem hagyja el a sulit. Szóval, srácok, ma elmegyünk hozzám, és kitaláljuk, hogy mihez kezdjünk a továbbiakban. Igen, szóval az utolsó órának a vége, akkor megyünk. Meg kell várnunk, míg Mike tanár úr és Abby edző elhagyja a sulit. Nem szabad meglátniuk Smile-t. Igen, nem találkozhatom Mike tanár úrral. Nem lett volna szabad Romeóhoz menned. Mike már megfeledkezett róla? Nem, ma volt egy új konfliktusom Romeóval. Mi? Smile, megkértelek, és megígérted nekem. Ez azt jelenti, hogy Mike tanár úr tudja, hogy itt vagy. De hogy találna meg itt? Az öltözőben vagyok. Mike tanár úr nem jön be az öltözőbe, az ő Abby-ével van.
Sziasztok, lányok! Mike tanár úr és Ebi edző titeket keres. És mintha ide tartanának. Fenébe, mihez kezdtek? Fiúk, tartsátok az ajtót, Smile, ugor ki az ablakon. Nem, Diana, milyen ablakról beszélsz? Ott vannak az esti bogarak. Akkor vár rád egy találka Mike tanár úrral. És Abby-vel. Igen, Smile, meg lesz késztet Rómeó miatt. Ó, basszus, mit tegyek? Itt látsz engem? Igen, Smile, látlak, gyere ki onnan. Ó, Kabala, add nekünk a jelmezed. Igaz, add ide a jelmezt, mintha Kabala lennék. Oké, segíts! Max, én tartom az ajtót, de te segítesz Smile-iknak a jelmezzel. Smile akkora bajban van. Lányok, nyugi, mindenkinek vannak gondjai, nekünk is vannak gondjaink. Nem hagyhatjuk Smile cserben. Ki kell csapnunk a problémás tanulót, ha az iskolában tanul, érted, Mike? Smile nem olyan rossz gyerek. Miért ne lenne? Verekszik az iskolában. Igen, ki kell tiltanom. Smile, vedd fel a fejed és ülj úgy, mintha Kabala lennél. Oké, megyek, itt sem vagyok. Hello, srácok! Hol van Smile? Hello, Mike tanár úr! Nem tudjuk, hol van Smile, és igazából nem jöhet be kopogás nélkül az öltözőnkbe. Már megvolt az edzésünk, igaz, Ebi edző? Szóval megyünk haza. Diana, próbálsz terelni. Tudjuk, hogy Smile már az iskolában volt. És ismét Rómeónak esett. Tudja, Mike tanár úr, ez nem Smiley hibája volt, az ő Rómeója a hibás. Le kellett volna szednem az ő Rómeóját Smiley-ról. Mike tanár úr, hazamehetek? Az edzésemnek már vége. Persze, elmehetsz. Kabala, mi lesz a jelmezeddel? Á, felraktam a babára, hogy ne gyűlődjön meg. Szóval, Mike tanár úr, szabadok vagyunk, mehetünk haza? Lányok, kim volt a jelmez? Húzza le a fejét. Mike tanár úr, nem Smile hibája volt. Tanár Rómeó hibája volt? A fenébe. Hello, Mike tanár úr, hello, Abby edző. Nos, Smile, mit keresel itt? De miért? Smile, elfelejtetted, a szüleiddel szeretnénk beszélni. Öltözz át! Basszus, Smile, ez szívás! Diana, ezért kértem, hogy hadd maradjak nálatok. Sajnálom, de egyébként sem kerülheted el, hogy beszéljen a szüleiddel. Szóval mihez kezdjünk? Mihez kezdjünk? Lányok, együtt elmegyünk Smile házába, és elmagyarázzuk a szüleinek, hogy ez nem az ő hibája. Rómeó pedig csak ki akarja zárni Smile-t a suliból. Szóval, srácok, szorítsunk Smile-ért és magunkért is. Lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis csengőt, és várjátok az új menő részeket. Hellóka! Smile, gyerünk! Ó, basszus, mit kellene tennem? Itt látsz engem? Smile, látlak, menj ki onnan! Figyelj, Kabala, add oda a jelmezet Smile-nak! Ó, igaz, remek ötlet! Elfelejtettem a részemet! Zöldike, nem tudom, már van egy barisztám és egy pincérnőm. Két pincérnő túl sok lenne a kávézónak. Igen.